Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a Mimosa COC-nek a teljesítménytesztjét. Akkor nézzük a terméket. A csomagolásban megtaláljuk magát az eszközt, amin két darab RPSMI csatlakozó van, valamint egy darab gigabites RJ45-ös Ethernet ajzat, ami PoE képes természetesen. A csomagolás része az önvulkanizáló szalag, illetve a PoE tápegység is, valamint egy bilincs. A tesztünket egy majdnem 12 kilométeres szakaszon fogjuk végrehajtani, ami erős zavartatású. Ezt a helyszínt a Datatrans Kft. Biztosította számunkra. Ha kíváncsiak vagytok a helyszínre, illetve a mérési eljárásra, akkor nézzétek meg a tesztsorozatunk első ismertető részét. Akkor először nézzük a COC-nek a teljesítménytesztjét laborkörülmények között 80 MHz-en. A belső speed teszttel 659/660 Mbps-ot mértünk, az Exfo segítségével 68-as csomag méretnél 131/131 Mbps-ot, 512-es csomag méretnél 393/387 Mbps-ot, míg 1500-es csomag méretnél 388/382 Mbps-ot. A MikroTik speedtest segítségével 0,8 millisekundumos ping időt mértünk, a TCP downloadunk 597, míg az uploadunk 599 Mbps volt, az UDP downloadunk 650, míg az uploadunk 649 Mbps lett. Most nézzük meg, hogy az eszköz hogy működik valós körülmények között. A Mimosa COC-vel a vételi jelszintünk mínusz 49 és mínusz 71 között folyamatosan ingadozott. Akkor lássuk az eredményeket 40 MHz-en. A belső speedtest segítségével 9/20 Mbps-ot mértünk, az Exfo műszerrel 68-as csomag méret esetén 12,5/0 Mbps-ot, 512-es csomag méretnél 0/2,5 Mbps-ot, míg 1500-as csomag méretnél 0/18,7 Mbps-ot mutatott a műszer. A MikroTik speedtest segítségével 3,3 millisekundumos ping idő mellett a TCP downloadunk 27,5 Mbps-ot, míg az uploadunk 26,4 Mbps-ot lett. Az UDP downloadunk 13,4, míg az uploadunk 12,8 Mbps-ot lett. Akkor lássuk a mérési eredményeket 80 MHz-en. A belső speedtest segítségével 51/53 Mbit-et sikerült elérnünk. Az Exfo műszerrel 68-as csomag méretnél 25/37,5 Mbps-ot, 512-es csomag méretnél 0/12,5 Mbps-ot, 1500-es csomag méretnél 18,7 és 37,5 Mbps-ot mutatott a műszer. MikroTik speedtest segítségével 3,7 millisekundumos ping mellett 6%-os csomagvesztésünk volt, a TCP downloadunk 38 Mbps-ot, az uploadunk 12 Mbps-ot lett, az UDP downloadunk 18,7, míg az uploadunk 22,2 Mbps-ot volt. A Mimosa COC-nek a teljesítménytesztje a kelleténél több időt vett igénybe, mert két eszközpárat is le kell tesztelnünk ahhoz, hogy biztos eredményeket kapjunk. A második eszközpár mérése után megnyugodtunk, mert az eszköz valóban ennyire képes zavarkörnyezetben. Ez volt a Mimosa COC-nek a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és megnyomni a szokásos kis csengőt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!